gondoltam, hogy egy-két információt még így a megújuló energiaforrásokról mesélünk. Ugye a napelemes rendszerről most már hallottunk egy-két dolgot, úgyhogy mondom akkor a mi verziónkat. Nem tudom, engem lehet közben látni? Igen. Jó. Akkor mondom a mi verziónkat. Mi a háztartásban azt csináltuk, hogy hát megnéztük, hogy ugye mi az, ami hazai viszonyok között megtermelhető. Igazából a napelem termelésnek van egy ingyenes ilyen európai projekt szerinti számítása NASA időjárás jelentési adatok alapján, tehát ezt bárki ide is tettem a linket, fölmehet, és akkor megnézheti. Ez ugye még nem ad semmi árajánlatot, meg napelemes rendszer beruházási, megvalósíthatósági tervet, de egy energia számítás van. Ez az energia számítást ezt azért mutatom meg, mert ugye ez azt jelenti, hogy bizony a tavasztól őszig fog nekünk szépen termelni a napelemünk, tavasszal és ősszel is, télen is fog termelni, csak hát csodát ne várjunk, alacsonyabban áll a nap, több a ködös idő, tehát ebben az időszakban ne a napelemre tervezünk. Nagyjából egyébként úgy kell számolni, hogyha van 1 kW P, ez a peak csúcs teljesítmény, ami beruházás mondjuk megtörténik, az 1,14 megawatt óra energiát tud termelni egy évben, körülbelül ilyen eloszlásban, és az körülbelül 500 ezer forintos beruházási áron számolható. És kérdés az az, hogy az ember, nem tudom, 9 kilovattos rendszert akar telepíteni, tehát mindenre is napelemet akar telepíteni, hogy majd elektromos autót tölt vele, meg az egész házát átállítja valami elektromos fűtésre, és akkor kiderül, hogy eleve az már olyan 4,5-5 millió forint, tehát azért ára is van, meg a másik, hogy hát a fűtés. Tehát, hogy a napelem az nem kifejezetten fűtésre való. A napelem az ugye így süt, tehát erre tudunk elsősorban számolni. Úgyhogy először csináltunk egy ilyen móricka számítást, hogy akkor nézzük meg, hogy hány darab napelem, ugye attól függ, hogy milyen hatásfokú napelemek, tehát itt mondjuk egy darab még csak 250 wattos volt, lehet nagyobbal is számolni, de hogy az mire elég. Ahhoz, hogy a háztartási fogyasztásunkat fedezze, mondjuk elég 12-14 darab, sőt, igazából lejjebb mehetünk, tehát még a 3,5 kW-os rendszer alá is mehetnénk, 2,5-2 kW-tal is működő rendszerek vannak, illetve ugye, amit itt az előbb hallhattunk, tehát a 4 napelemes, azaz 1 kW-os rendszer is el tud látni egy háztartást. És ott van, hogyha még szeretnénk ugye elektromos autót, meg még szeretnénk, hogy a fűtést, hát már az előbb mondtam, hogy pont akkor nem fog annyit termelni, tehát az azt jelenti, hogy majd nyáron föltoljuk a hálózatba, télen megvételezünk, de legalább éves egyensúlyban a matek kijön gazdaságilag, tehát nem műszakilag, de gazdaságilag igen, akkor itt lehet látni, hogy mi minden költségünk lehet belőle. Ehhez képest ugye mi a fűtést nem állítottuk át, tehát mi a napra és a fára időzítettünk szintén, egy kicsit nagyobb háztartással, ugye 3 gyerekkel, 5 fős háztartással, úgyhogy nálunk úgy van, hogy 3 kW-os napelemes rendszer telepítettünk, igazából utólag kiderült, hogy ez egy kicsit nagy, tehát takarékoskodtunk, és végül is elektromos energiából kevesebbet is fogyasztunk, mint amit telepítettünk, úgyhogy akár egy ilyen elektromos, nem tudom, mopedautó, tehát nagyon-nagyon kis fogyasztású valami elektromos berendezés még működhet vele, vagy pedig, amit mi használunk, hogy ősszel meg télen a hőtartályoknak a fűtésébe tudjuk a déli csúcsokat eltüntetni, illetve nyáron is használati melegvízre fordítjuk a napelemeknek a fölös déli energiáját. És ezzel tudunk szintén ilyen 60-70-80%-os napsütésre való alapozást megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy az adott napon hány százalékot használunk a
kertben termelt napenergiából. Nézzük meg egyébként, hogy itt az éjszakai, hát azért ott egy kis fogyasztás még van, bár próbálunk is, amit lehet kikapcsolni, ugye itt a standby fogyasztókat, vagy valamit, tehát éjszaka próbálunk itt nullára lemenni, és nappal a ház nappali áramfogyasztása lett volna magasabb, de igazából a vételezett, tehát házon vételezett fogyasztás az sokkal kevesebb, ugye a nap termeléséből ennyi lejött, és az egyenlegünk, mert három fázison vételezünk, tehát van olyan, hogy az egyik fázison föltermelünk, a másik fázison meg vételezünk, úgyhogy ott van egy ilyen kis eltérés, hogy kiszaladnak az elektronok, meg visszaszaladnak az elektronok, most ezt ilyen nagyon egyszerűen fogalmazom, tehát hogyha az időbeli egyenleget nézzük, hogy egyszer az import és az exportunk szaldóját, akkor ez egy viszonylag kisimított megoldást mutat. Ez azért mondom, mert nagyon sokan mondják, hogy a napelemes rendszer dobálja a hálózatot, meg megtolja túlságosan nagy termelése. Hát igen, hogyha nem igazodunk hozzá. Tehát hogyha például ilyen az előbb említett 9 kW-os napelemes rendszer egész nyáron föltáplál a hálózatba, akkor azt bizony nem tudjuk a saját eszközeinkkel kiszabályozni és hozzáigazodni a fogyasztásunkkal, mikor indítsuk be a gépeket, vagy például használjunk a napsütéses időben mondjuk hajszárítógépet, vagy bármi ilyesmit. Tehát azt nyáron nem tudjuk elhasználni, télen viszont ugye ott lesz a hiány, mert a fűtésünkre mondjuk hőszivattyút telepítettünk. És akkor itt a napkollektorokról még beszélek egy fél szót, aztán áttérünk a környezeti hőre. Ugyanitt ebben a bemutatóházban, ugye az előbb már említettük, hogy különböző napkollektor típusokat mutatnak be, hát több helyen is van ilyen labor, ebben a házban is egyik fajta napkollektor, másik fajta napkollektor. Az a nagy helyzet, hogy most a napkollektornál ugye a gépészet az viszonylag nagyobb rendszer, tehát az azt jelenti, hogy van egy külön csővezetéke, szivattyúja, tágulási tartálya, nem nagyon bonyolult, de egy minimális fogyasztása van, és mellesleg ugye a hőtartályba hordja be a meleget, mondjuk meleg víznek. Amit az előbb mondtam, hogy itt mi a csúcsokat délben úgy vágjuk le, hogy a használati melegvízbe, illetve átmeneti időszakban még a fűtési melegvízbe tesszük bele. Azt ugye villamos fűtőbetéttel csináljuk, de ugyanúgy egy hőtartályba melegítjük, ott a nap elemeknek a fölösleges energiáját, így pedig ugye a nap kollektorok hozzák be a hőt a házba, az adott hőtartályba, és akkor lehet használni a használati melegvíznek, tehát fürdésre, mosogatásra, és így tovább. De egyedi fűtésrendszereket egy ilyen jó szigetelt háznál el tudunk képzelni más megoldásban is. Én említettem a faelgázosítókazánt. Az előbb az autonóm házban például egy kemence, egy víztartályos kemence dolgozik. Ebben az épületben például van egy pelletkazán, de ugyanúgy egyébként egy, mivel bemutató ház, egy talajszondás hőszivattyút, illetve egy levegős hőszivattyút is, mint bemutató eszközöket ugye teljesen kiépítettek, és meg lehet nézni működés közben. És mindegyiknek a jellemző tulajdonsága, tehát a megújuló energia források használatánál, hogy alacsony hőmérsékletű, például padló, fal vagy mennyezet fűtéssel tudnak legjobban együtt dolgozni, vagy pedig nagyobb méretű radiátorokat kell elképzelni, mert az azt jelenti, hogy a hőt, amikor bevisszük a házba, akkor alacsonyabb hőmérsékletig vissza lehet hűteni a tartályt, ezért a különböző hőtartályok szerepe az nagyon fontos. Hőtartály például a fafűtésnél, bármilyen briket, pellet fűtésnél nagyon fontos, hogy eltárolja a hőt, tehát nem kell folyamatosan rátenni, hanem elég mondjuk napi egyszer vagy kétszer befűteni. Nézzük meg, hogy a hőszivattyúk mit tudnak. A hőszivattyúkról én hoztam itt egy ilyen ábrát. A hőszivattyút nagyon-nagyon sokan, ugye, mint környezeti hőhasznosítása, megújuló energiákhoz
sorolják. Én is egyébként oda sorolom, csak nézzük meg, hogy milyen segédenergia igénye van. Tehát ennek nem akkora a segédenergia igénye, mint itt ennek a kis 7 wattos vagy pár wattos kerintető szivattyúnak. Ugye most már nem is 50-60, hanem ilyen 7-10 wattos szivattyúkkal működnek ezek a rendszerek, hanem bizony ennek ugye kilowattos az elektromos energia igénye, és akkor néhány más kilowattot, mint hát most ezt, tehát aktuálisan most teljesítményeket mondtam, de hogy összességében ugye elektromos energiát, illetve hőenergiát vételezünk, és ezzel fűtjük a házat. Ez nagyon érdekes, hogy az elektromos energiánál viszont meg kell nézni, hogy honnan származik. Tehát nem vagyunk olyan jó ország, nem tudom, mint például Norvégiában nagyon sok a vízerőmű, vagy például Ausztriában nagy a vízerőművek aránya a hálózati energiamixből. Itt sajnos azt látjuk, hogy Magyarországon igen, van egy ugye villamos energia mixünk, az előbb láttuk, és akkor abban van valami zöld, meg van valami nap is, bár ugye nap az télen kevés, biomassa van, vízenergia egy nagyon pici, de hogy ugye ott a földgáz, meg az atom, és annak egy töredéke ugye eljut hozzánk energiaként, majd persze külső energiát hozzáveszünk a levegőből, vagy a talaj hőjéből, és ezt használjuk. De maga a hálózati energia az az, ami még egyenlőre hát nem környezetvédő megoldás. Na nézzük meg a biomasszát, én itt egy picit említeném, tehát a későbbiekben biztos, hogy lesz erről szó, mert a megújuló energiaforrásos átmenetnél nem tudjuk kihagyni. Itt elsősorban egyébként egyedi épületeknél a szilárd biomasszáról beszélünk, tehát fatüzelés, briket, pellet. Mindenkinek ugye az elszennyezett városi levegő jut eszébe, vagy elszennyezett falusi levegő. Persze, mert hogyha az ember rossz minőségű tüzeléssel éri el, és mindenféle szemetet éget el, műanyagokat, olajakat, nem tudom, ruhát, cipőt és társait, akkor bizony szörnyű, egyszerűen látványra is fekete és keserű füstöt eregetünk a levegőbe. Ehhez képest, hogyha jó minőséggel, ugye jól szigetelt házba kis mennyiséget, megfelelő tüzelő berendezésekkel, tehát 90% feletti hatásfokkal használunk, akkor bizony a biomassa tüzelés az fenntartható és megújuló. Ugye nagyon nagy előnye, hogy szezonálisan tárolható energia a szilárd biomassa, tehát ugyan kell egy kis hely neki, tehát gondolni kell rá, ez inkább már a logisztikához tartozik, de el tudjuk tárolni. Tehát a napenergiában még az előbb is beszéltünk, hogy még a napos tárolással is gondok vannak, nemhogy a szezonális tárolással, és a többi energiaforrásról most Magyarországon a fűtés kapcsán, ugye hát legfeljebb a fosszilis energia hordozók, meg energiaforrásokról tudunk beszélni. Úgyhogy egyébként ezt a tiszta levegő kampányt, itt a levegő munkacsoportnak is a linkjét betettem, tehát ez nagyon-nagyon fontos, ugye az ő ábrájuk ez most, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne vegyük egy kalap alá az egyik vagy a másik fajta tüzelést. Egy pillanat, kislányom jött segíteni itt az előadásban, úgyhogy még kitelelem a szobából, és akkor folytatom a biomassa logisztikáját. Menjetek itt. Vagy esetleg akkor mondjam közben én, tehát hogy a biomassa az egy olyan érdekes dolog, hogy attól, hogy telik múlik az idő, vagy tároljuk és eltesszük télire, vagy eltesszük jövőre, attól még jobb is lesz. Tehát a fa az azt tudja, hogy amikor kivágjuk, akkor még csak fele annyi a fűtőértéke, mint 2 év múlva. És ehhez csak az kell, hogy legyen egy száraz tárolóhely, illetőleg legyen egy olyan megfelelő
kazán, kémény, hőtároló, amely egy jó hatásfokú tüzelést biztosít. Hát ez lehet egy faelgázosító kazán, de lehet akár egy ráfújásos kemence is, tehát nem kell nagyon drága dolgokra gondolni. Faelgázosító kazán esetén 2 köbméteres hőtartály, még ősszel-tavasszal 2-3 naponta kell csak befűteni, annyi hőt el tudunk tárolni, télen naponta pedig egyszer le kell menni, hát ennyi a logisztikája. Köszönöm szépen itt a kiegészítést, és ígérem, most már rövidebbek leszünk, szerintem hamarabb be is fogjuk tudni fejezni a foglalkozás második részét, de ne menjetek el, mert lesz még egy kvíz a végén szintén, úgyhogy arra majd szeretném, hogyha mindenki így válaszolna. Úgyhogy most így a biomasszával, hogyha tovább lépünk, akkor mutatnám azt, hogy a közösségi megoldások, azok mennyire fontosak. Tehát például a távfűtés. A gyerek programba is betettem egy olyat, ahol a biomassa fűtőművekről, falu fűtőművekről egy kis cikket lehet olvasni. Tehát, hogyha átmegyünk Ausztriába, akkor ilyeneket látunk, hogy falu fűtéssel, vagy 2-3 utca megoldja, tehát nem egyesével kell, ugye, szerintem ez se nagyon bonyolult, de tegyük föl, hogy mondjuk egy idősebb, egyedül élő valaki azért nem szeretne folyamatosan ezzel foglalkozni, hogy hogy fűt be, tehát, vagy pedig a munkából, hogyha hazaérünk késő este, akkor még a befűtéssel kell foglalkozni, vagy ilyesmi, még a napi egy rátevésre, vagy 2-3 naponta, ugye átmeneti időszakban 2-3 naponta, hogyha meg kell rakni a kazánt, akkor lehet, hogy azt is soknak gondolja. Tehát ilyenkor a közösség szerepe, ugye a távfűtés előnye, hogy az ember csak rácsatlakozik. De mire csatlakozik rá? Tehát nem egy földgáz alapú távfűtésről beszélünk, megújuló energiaforrásnál például lehet geotermikus is a távfűtőmű. Itt ugye geotermikus kutak fúrásáról beszélünk, tehát azért az nagy talajtani hatás, és figyelni kell a visszasajtolásra is, ugye most már nem lehet csak úgy elengedni a vizeket, hát a gyógyfürdőknek igen, de ilyen energetikai célra nem. Biomasszánál például, hogyha ilyen távfűtésben gondolkodunk, vagy falufűtésben, vagy néhány utca összefog, akkor ugye nem kell folyamatosan mindenkinek ezzel egyesével, ott mondjuk egy komolyabb tisztító berendezést is a füst kéménybe be lehet építeni, és nem csak a gyönyörű hasábfát tudjuk tüzelni, hanem például mindenféle aprítékokat, vagy magokat, mezőgazdasági, erdészeti maradékokat, tehát olyan biomasszákat, ami hulladék vagy felesleges, ugye ez itt a körforgásos gazdaságba is tartozik. Illetve vannak még olyan különböző gáznemütet, biogáz alapú kapcsolt energiatermelők, ez most egy kicsit ilyen szakszavak már, ugye ez azt jelenti, hogy villamos energiát szeretnénk előállítani valami biológiai alapú gázból, és mellette még termelődik hő. Azt is tudjuk mondjuk távfűtésre használni. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami egy kis odafigyeléssel, átalakítással, de azért megoldható, tehát létezik alternatíva, és jó, hogyha persze azok az épületek, amiket ki kell fűteni, azok ugye szigeteltek, mert akkor már is mondjuk fele akkora mennyiségű ugye az energia, amit elő kell állítani számukra. Egy kicsit nézzük meg, hogy különböző megújuló energiaforrásokból mi az, amit ugye otthon elő tudunk állítani nap energiával termelt villamos energiát a napelemek segítségével. Távvezetéken meg vásárolhatunk különböző megújuló energiaforrás alapú villamos energiát.
ugye ez megint olyan, hogy a saját kertünkbe szélerőművet telepíteni nem tudunk, különböző vízerőműveket se fogunk tudni a helyi kis patakra valószínűleg, de egyébként Magyarországon ugye a Tiszalöknél és több helyen is van vízerőmű, hát nyilván itt egyéb szempontok miatt ugye az emberek nagyon féltek tőle Bős Nagymarosnál, hogy rosszul lesz az kivitelezve, és tönkre megy a természet, hát az a helyzet, hogy megvalósították a szlovák oldalon, és sajnos a sziget köz az tényleg egy kicsit sérült, nem is kicsit, ugye a 90-es években, de aztán sikerült helyrehozni és megmenteni, és megfelelő vízszintet tartani a sziget közbe. Egyébként mindenkinek ajánlom, mert nagyon klassz a sziget köz, ilyen itthoni és kis energia lábnyomú, vagy kis lábnyomú nyaralás. Az ember nem Hawaii-ra megy el, meg Dubájba, meg nem tudom hova, hanem például a sziget közben nagyon-nagyon szép, és akkor biciklizik, kenuzik és társai. De nézzük meg a szélerőművek, azért itt szoktuk mondani a szakavatott füleknek, hogy gyakorlatilag van most jelenleg egy hatósági határ, ugye, hogy lakott területtől 12.000 méterre, tehát 12 kilométerre lehet csak telepíteni, hát ilyen hely Magyarországon nincs, úgyhogy ami eddig települt, az van, de többet sajnos nem tudunk építeni. Nyilván nem azt kell gondolni, hogy a Mátra tetején, meg a Bükkben, meg mindenhova is szeretnénk szélerőművet, de azért még bőségesen elférne Magyarországon szélerőműből. Ugye naperőműveknél megjegyeztem, hogy naperőművek az ugye olyasmi, mint nálunk, ami kis, tehát egy kis háztartási mini erőművet üzemeltetünk. Mi a naperőműnél pedig ugye mezőgazdasági területeken, rosszabb esetben, jobb esetben mondjuk barna mezős beruházásnál valami régi betonos területen telepítik a naperőművet. És itt ugye az a hátrány, hogy a fogyasztók nagyon távol vannak ám a termelőktől. Tehát még csak annyira se érzékelik mondjuk a tél és a nyár ellentmondását, a szezonális ellentmondást, de még a napszaki ellentmondásokat se, mint egy otthoni termelésnél. Tehát az, hogy például ha van egy napelemed otthon, egy kis napelemes rendszered, akkor nézed, hogy hát éjjel nem süt, nulla, hát akkor nem akkor fogyasztasz. Egy idő után átáll az agyad arra, hogy amikor éppen termelünk, akkor fogyasztunk. Mert akkor milyen jó, hogy az ember a saját napenergiáját használja, nem? De itt a nagy naperőműveknél maga ez a szabályozás se tudati, se külső valami szankciókkal, szabályozókkal ugye nincsen összekötve, hogy a fogyasztók bárhogyan igazodjanak a termelőkhöz. És ugye már említettem, hogy különböző gáznemű bioenergiák, tehát hogy mondjuk depóniagáz, szennyvíz telepnek, most ugye Magyarországon még egy-egy ilyen bemutató hely van, meg egy-egy üzem, ami már így működik, de bizony át lehetne alakítani ezeket nagy mértékben, és akkor depóniagázt használhatnánk. Ugyanez gázmotor is. És tudni kell, hogy nem egy az egybe fogja kiváltani, ugye az FM ábrára még emlékszünk, tehát a fosszilisokat nem egy az egybe váltja ki a megújuló energiaforrás, hanem egy csökkentett igényt lát el, és ez a csökkentés, ez ugye takarékossággal működik.